Az előző videóban a komponenseinket már egy feltételtől vezérelve jelenítettük meg a DOM-ban. Hogyha jobban megnézzük a kódunkat, akkor észrevehetjük, hogy a person komponenseknek voltak éppen egy listájáról van szó. Itt van, hiszen három person komponens is megjelenítünk, kvázi kilistázunk. Azt is megfigyelhetjük, hogy ezt a listát mi eddig elég előnytelen módon beégettük a kódba, tehát hardkódoltuk, tehát manuálisan helyeztük el. Tehát semmilyen listázó mechanizmust nem használtunk. A kód elején a state-ben adtuk meg a person komponensek kiindulási értékeit. Ezt tekinthetjük egyébként adatforrásnak. Mi ezt fogjuk felhasználni a komponensek listázásakor. Ugyanis az élő, dinamikus weboldalaknál nagyon sok esetben az oldalak tartományának bizonyos részei adatbázisból vannak lekérve, ugye ez az adatforrás. Úgy is hívjuk, hogy az adatbázisból fetcheljük az adatokat. Az adatforrást már nekünk is megrendelkezésünkre áll tehát, de a kódban ennek még nem sok hasznát vettük, tehát be vannak égetve ugye a komponenseink, ahogy előbb mutattam. Itt vannak. Tehát manuálisan helyeztük el mind a hármat. Ezzel sikerült a legrugalmatlanabb megoldást használnunk, ugyanis valahányszor új person komponest akarnánk felvenni, ezt annyiszor hozzá kéne adnunk ide a JSX kódba. Tehát végül is semmiféle dinamizmus nincsen benne, csak annyi, hogy most már ugye ezt a feltételt használtuk a komponensek megjelenítéséhez. Tehát ezen a rugalmatlan megvalósításon nem sokára változtatni fogunk. Mivel JavaScript-ben fogunk ügyködni, mindenképpen kapcsolzárek között kell megadnunk a ilyes kifejezésünket. Ugye itt van nekünk ez a person komponensünk. Meghagyjuk a divet, és ezen belül helyezünk el egy kapcsolzárójelet. Ugye a JSX-en belül úgy helyezhetünk a JavaScript-et, hogy kapcsolzárójeleket használunk. Jó. A kód elején a person komponenseknek egy tömbjét hoztuk létre, és mi ezt használjuk ki, hogy JavaScript-ben kiválóan tudjuk kezelni a tömböket. Ehhez a map függvényt fogjuk használni. Úgy néz ki, hogy this.state.map. Jó. A map metódus a tömböknek egy metódusa, tehát a tömb osztálynak a metódusa. Minden tömbből lehet használni ezt a metódust, a mapet. Ezért ugye magán a tömbön kell meghívnunk. És itt követtem el a hibát még hozzá azt, hogy this.state.persons.map, hiszen ezen a tömbön akarom én meghívni ezt a map metódust. A map metódus az maga is egy tömböt fog visszaadni, méghozzá úgy, hogy paraméterként megadunk neki egy függvényt, ami valamilyen műveletet hajt végre a tömbnek minden elemén. Tehát a map gyakorlatilag lépésről lépésre halad végig a tömb elemein keresztül, és minden tömb elemen egy függvény segítségével valamilyen műveletet hajt végre. A map metódusnak átadunk egy input elemet magából ebből a tömbből, tehát ezt a nevet bárminek nevezhetjük egyébként, de mivel a persons tömbről van szó, és egy elemet adunk át, én ezért a personsnak az egyes számát veszem, tehát person lesz a név, és egy névtelen nyílfüggvényt fogok használni. Ez a névtelen nyílfüggvény fogja végrehajtani a műveletet a persons tömb minden egyes elemén. Tehát ez a nyílfüggvény valamit fog nekünk csinálni. És amit a nyílfüggvény minden elemen csinálni fog, az annyi lesz, hogy kiratja a DOM-ba, tehát gyakorlatilag visszaad egy JSX kódot a return utasításban. Tehát ehhezek egy return utasítást ide. És ugye mit akarunk visszaadni? Nem mást, mint egy JSX kódot, egy komponenst jelen pillanatban, tehát person komponenst. Tehát ezt akarjuk visszaadni. És minden person komponensnek ugye volt egy neve, tehát egy name és egy age tulajdonsága. Ezeket a tulajdonságokat pedig ezen az átadott elemen keresztül érjük el. Tehát azt mondom, hogy itt van ez a name. Ugye a name-nek az értékét az szintén kapcsolzárjelbe tesszük, mert egy kifejezés fog, ez már a JSX-emből egy kifejezés. Tehát ugye a person
age.name, és a kor, az pedig az age. Szintén kapcsolózárójel person.age. Jó. A többire nincs is szükség. Kitörlöm. És most egyelőre a komponenseknek ugye a click és a change esemény kezelőiben ne foglalkozzunk. Haladjunk kis lépésekben, hogy minden érthető legyen. Hát az eredeti manuális megoldást én ezt kitörlöm. És nézzük meg a böngészőben, hogy mi történt. Igen, az történt, hogy megjelent egy újabb figyelmeztetés egyébként, amivel most egyelőre nem foglalkozunk. A következő videóban fogjuk ezt majd eltüntetni. Tehát nem hiba, ez egy figyelmeztetés. Most egyre örülünk annak, hogy működik szépen a kódunk, próbáljuk is ki, kapcsolra gombra kattintok, akkor eltűnnek a komponensek. Hogyha rákattintok megint, akkor megjelennek. Tehát igazából most örülünk magunknak, és annak, hogy szépen működik a kódunk, és nincs hardkódolva beégetve, hogy korábban is volt. És a következő időben megnézzük, hogy hogyan lehet eltüntetni ezt a bizonyos üzenetet, mi ez a unique key, mi az, amiért reklamál, úgyhogy nézzük meg ezt a következő videóban.